hogy hívják a két emut? Mumi és Kölni. És melyik a nőstény, a Mumi? Mumi, igen. Kölninek pedig egy internetes fórum adta a nevét, húsvétkor kelt ki a tojásból. Melyik húsvétkor? 9 éve húsvétkor. Hát szóval ők már azért idősebbek. Igen, hát egy tenyészpáros, igen. Mit lehet róluk tudni? Egy picit meséljen róluk. Hát ők ősállatok, szinte mint a dínók olyanok, felépítésük is teljesen olyan, mint egy ősi szerkezet, nincs zárt zúzógyomruk, van picike szárnyuk, ami egy melső végtag, szabályos karommal a végén. Hát nem tudom, mennyire mutatja meg, ez az egész kis karmocskával a legvégén. Ez a szárnya. Ez a szárny. Nem is úgy viselkedne a szárny, mert nem is így felcsatolva, hanem mint a T-rex melső végtagja, ott ellifeg. Az ott a bokája, ott a térd, és fönt a combforgó. Nagy zöld tojásokat rak a tojó, és nem hajlandó egy picit sem változni az emu, úgyhogy igazi dinoszauruszként megmaradt, úgyhogy télen költ, amikor Ausztráliában van költés idejük, úgyhogy akkor dobolgat az emu tojó, és a kakas gyűjti össze a tojásokat. És ők is költenek? Igen, saját maguk is költöttek, illetve én is keltettem tőlük keltetőgéppel. Akkor ezek szerint jól érzik magukat végül is. Nagyon reméljük. Arra törekszünk, hogy az állataink teljességét megőrizzük, ezért van az, hogy fényesek a tollak, talán is szépek, kivéve ugye a vedlési idő az, ami tud egy kicsit rontani rajta. Mely madarak azok, amelyek a legtöbb gondozást, a legtöbb odafigyelést igénylik? Hát igazából mindegyik, de talán a gyümölcsevő madárkák, amik elég ritkák, és naponta többször friss gyümölcsöt igényelnek, többszöri odafigyelést, ezért is van az, hogy kevés a tenyésztő is Magyarországon. És önök tenyésztéssel is foglalkoznak? Igen, ez elsősorban tenyésztés, tehát díszmadártenyészet, látogatás történik, aki valaki eljön a balatoni madárkertbe, illetve vannak rehabilitált madarak, volt szobamadarak, ahol próbálunk normális madarat faragni. De elsődlegesen mind a ketten díszmadártenyésztők vagyunk. És a tenyésztés terén mi az, amit nagy eredménynek nevezne az önök karrierjében? Hát volt olyan, hogy tenyésztettünk sárgatorkú papagájnak színváltozatát, Izabella változatát, vagy például most a páva színváltozatokat próbáljuk tovább variálni és tenyészteni. Jávai zöld pávát tenyésztettünk, mely Magyarországon néhány tenyésztő rendelkezik ilyen lehetőséggel. Rúr-rúr tenyésztettünk, kesejű fejű gyöngyúkot, vörös bóbitás turákot, tehát ezek viszonylag ritkább madárkák és nehezebb a tenyésztésük. És önök ezt a tudományt hogyan szerezték, milyen módon? Hát tenyésztőktől, elmentünk más tenyésztőkhöz, külföldi lapokról, szaklapokból, cikkekről, tehát ilyen érdekesebb netes megosztásokból, és saját tapasztalat, tehát amit megfigyeltünk egyik-másik madárnál, azt próbáltuk a következőnél is felhasználni. És nagyon érdekes, ugye a kereki madárkert tulajdonképpen mind a 4 évszakban nyitva van, ha jól tudom. Pontosan, és mindig egy kicsit más arcát mutatja. Annyi a téli időszakban, és 0 fok fölött mindenki kint van, tehát aki trópusi szép madarakat szeretne látni, az ha nem is trópuson, de itt nálunk is megtalálja, mert ezek ugye Európában tenyésztett madarak, és 0 fok fölött ugyanúgy jól érzik magukat már, mint a hazai madárkák. Köszönöm szépen, és nagyon szép a kert. Köszönöm szépen.